3, 2, 1. Sziasztok! Itt vagyok a Deák 17 galériában. A párhuzamos valóságok kiállítását nézem. Nagyon tetszik, izgatottan várom a dolgokat, és remélem, hogy a kurátor is nem sokára megjelenik. Mi a véleménye a kiállításról? Nagyon örülök, hogy itt a Deák 17 galériában tulajdonképpen berendezhettünk egy új teret, hiszen a párhuzamos valóságok, hogyha körbenéztek, akkor tulajdonképpen végigvisz a galérián egy útvonalon, és hét állomással szerettünk volna ide egy új világot teremteni. Miért pont a párhuzamos valóságokat nevezte el főcímnek? Tudott volna más címet is adni? Sokat gondolkoztam rajta igazából, hogy hogyan lehetne különböző műfajokban alkotó művészeket egymás mellé helyezni, és valahogy ez tűnt számomra egy jó választásnak, mert igazából az ő munkáik egymás mellett férnek meg nagyon jól, és rajzolnak ki egy új világot. Mi a véleményed erről a világról? Hát, nekem a kiállításon ez a kedvencem, mert annyira szép, és így maga a kompozíció is nagyon jó. És még ugye, hogyha megfogjuk ezeket a leveleket, akkor így különböző hangokat ad ki, hogyha felveszem a fejhallgatót. És akkor olyan, mintha beszélnem hozzám a növény, és érzései lennének, és ez nagyon-nagyon tetszik benne. Mit akarsz ábrázolni ezekkel a képekkel? Hát igazából ketten alkotjuk az Implausible Works csapatát, és ezek kiterjesztett valóság alapú kódolt képek, amik mögött mindig van egy virtuális ilyen térbeli tartalom, amit a telefon segítségével olvashatnak be az ember. A kiterjesztett valóság az egy olyan technológia, amikor a valóság rétegére egy kódolt plusz tartalmat helyezünk. Megmutatom ezt, hogy ez egy hangreaktív darab. Előbb-utóbb elkezd kiemelkedni egy digitális fej. Köszönöm a segítséget most, igen. Mi ez az eszköz, mire kell használni és mire jó? Két eszközt látunk az asztalon, egy magnót és egy oszcilloszkópot. Lemodelleztük a metro aluljárót, és utána azt átalakítottuk olyan hanggá, amit képes ez az eszköz is megjeleníteni. Kiállítást a Deák 17 galériában tekinthetitek meg december 15-éig. Gyertek el, megéri!